Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek március 15-én Putnokon. Az ünnepi esemény sorozat délelőtt 9 órakor a katolikus templomban szentmisével, a református templomban istentisztelettel vette kezdetét. Az egyházi szertartásokat követően az ünnepség a Serényi László téren az ország zászlónál folytatódott, ahol a himnusz meghallgatását követően Tamás Barnabás polgármester országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Tisztelt ünneplő és emlékező közönség, kedves hölgyeim és uraim! Valamennyi ünnep felkavaró élmény, a tiszta forrásokhoz való visszatérés, párbeszéd a korral és az eszmével. A nemzeti ünnepek féltűn szeretett hazánk örökös őrlángjai. Eljöttünk hát újra, hogy megemlékezzünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, felidézzük március 15-ét, melynek eszményi lángra lobbantották a teljes magyar nemzet szívét. Amíg azonban egy évvel ezelőtt elkeseredve, szorongva, mégis reménységgel álltunk itt, ma elmondhatjuk, hogy csak egy évtizednyi tartó kaotikus állapot már a múlté. Magyarország újjászületett, s az elmúlt esztendő képviselő és hajhatósági választásai egy békés, törvényes forradalomnak, szabadságharcnak tekinthetők. Tudjuk, hogy a mindenkori hatalmat gyakorlók megpróbálták oly sokszor meghamisítani, átértelmezni március 15-ét, de a történelmi hamisítás már a múlté. Erkölcsi kötelességünk tehát nemzeti ünnepünk tisztaságának megőrzése, a hősök tisztelete és a szabadságharc eszméjének továbbadása. 3 nappal ezelőtt emelt fővel büszkén álltunk itt, a turulszobor avatása alkalmával, mert a közös akarat, a teremtő szándék testet öltött, s városunk főterén, az országzászló kőbástya tetejére a magyarság ősi szimbóluma költözött. Tisztelt emlékezők! 1848 az európai forradalmak éve. 1848 első hónapjában Európa számos városában forradalmak törtek ki. És ezt követő körülményeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak. Március 15-én került sor a legszebbre, a pest-budai vértelen forradalomra, melynek célkitűzése a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. Ebben talán az a legcsodálatosabb, hogy nem megszakította vagy szétrombolta az addigi társadalmi folyamatokat, hanem ellenkezőleg beteljesítette azt, föltette rá a koronát. Megkönnyítette a pozsonyi országgyűlés dolgát, az első független magyar kormány létrehozását és az átalakulás törvényeinek megalkotását. 1848. március idusa az a nap, melyre minden magyar határon innen és túl büszke. Büszke is lehet, mert a márciusi ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal, s nem félve a megtorlástól, a legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba. A rendezvény Nagy Ádám gimnáziumi tanuló történelmi megemlékezésével folytatódott. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt márciusi ifjak! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc előzményeit, történéseit, hatását mindannyian jól ismerjük. Évről évre felidézzük az eseményeket. A 48-ban kivívott értékek vívmányai ma is elevenen élnek bennünk. A mai napon Putnok az 1848. március 15-i forradalomról és az azt követő szabadságharcról emlékezik. Kokárda, Nemzeti Dal, Táncsics Mihály, Pilvax Kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, 12 pont, forradalom, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum, szabadság. Ezekről a fogalmakká vált szavakról minden magyar embernek ugyanaz jut az eszébe,
a legnagyobb nemzeti ünnepünk. Ezen a napon egy maroknyi fiatal írástudó elindított egy lavinát, amely megváltoztatta a nép életét. Erőt adott, és 163 éve minden tavasszal erőt ad, hogy higgyünk magunkban, hogy legyünk büszkék a magyarságunkban. A tavasz nem csak a természetet ébreszti fel téli álmából, hanem az embereket is. 1848-ban először Párizsban hozott új rügyeket a tavasz, aztán következtek az olasz városok. Alig két hét elteltével még a halvérű Bécs is felfort. Március 15-én nálunk is a szikrázó napsütés sugarai áttörték a költfelhőket, és nyomában felvirradt a szabadság napja. A Serényi téri esemény a Petőfi szobornál folytatódott. Itt Ádám Rebeka előadásában hallhattak szavalatot az ünneplők, majd a helyi civil szervezetek és a pártok elhelyezték a megemlékezés virágait, koszorúit a szobor talapzatán. Petőfi Sándor, jövendőlés. Mondád, anyám, hogy álmainkat éjjel te festi égi kéz, az álom ablak, melyen által lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet, nem fejtenéd meg, mit jelent. Szárnyim növének, s átröpültem a levegőt, a végtelent. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye, örvendezz. Hosszúra nyújtja élted Isten, álmodnak boldog titka ez. És nőtt a gyermek, lángra lobban meleg keblén az ifjúkor. A dal malasztos enyha szívnek, midőn hullámzó vére for. Lantot ragadt az ifjú karja, lantjának adta érzetét, s dalszárnyon a lángérzemények madárként szálltak szerte szét. Égig röpült a bűvös ének, lehozta a hír csillagát, s a költőnek sugarából font homlokára koronát. De méreg a dal édes méze, s mit a költő a lantnak ad. Szívének mindenik virága éltéből egy-egy drága nap. Pokollá lett az érzelem láng, s ő a lángban martalék. A földön őt az életfának csak egy kis ága tartja még. Ott fekszik ő halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke, s hallá, mit a szülő búsajka kinnyának hangján rebege. Halál, ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút, sokáig érte őt éltetni az ég, vagy álmunk is hazud. Anyám, az álmok nem hazudnak, takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő fiadnak, anyám, soká örökkön él. Az egész délelőttöt felölelő esemény a helyi temetőkertben zárult, ahol Katona Pál alpolgármester tartott megemlékező beszédet. Tisztelt ünneplő közönség! Kialakult hagyomány, hogy városunk ünnepség sorozatát itt a temetőkertbe zárjuk. A mai napon országszerte emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. Városunkban is szónokaink már felidézték a régmúlt eseményeit. Ez a sírhalom, melyet most körülállunk, Kálnicki Endrének, városunk szabadságharcosának földi maradványait takarja. Élete során nem volt ő különb a többi becsületes embernél. Ugyanúgy cseperedett fel, mint korabeli gyermektársai. Értelmének kibontakozása egy olyan időben történt, mely az elégedetlenség, a forrongás időszaka volt.
Az ünnepi programsorozat Kálnicki Endre, református lelkipásztor 1848-as Honvéd hadnagy sírjának megkoszorúzásával zárult.